Ha olyan Electrolux vagy AEG sütőt vásárolunk, ami Wi-Fi hálózatra kapcsolható, tehát telefonos applikációról távol is tudjuk működtetni, akkor először is le kell töltenünk a megfelelő applikációt az applikáció áruházakból. Ez lehet az AEG, vagy pedig az Electrolux névre hallgató applikáció is. Egyrészt függvénye annak, hogy milyen márkájú készüléket vettünk, de a Electrolux applikáció tudja kezelni az AEG Wi-Fi-s készülékeket is, illetve az AEG applikáció az Electroluxokat is. Tehát, hogyha megvan az applikációnk, le van töltve, illetve telepítve van a készülékünkre, ugye az első belépéskor ott kérni fogja az applikáció, hogy a saját e-mail címünkkel egy regisztrációt tegyünk meg az applikáción belül, tehát kiválasztjuk a megfelelő e-mail címünket, engedélyezzük az applikációnak, hogy értesítést küldjön, és hozzá tudjuk adni a megvásárolt készülékünket. Utána engedélyezni kell a helyadatokat, a Bluetooth-t, illetve a kamera használatát. Rányomunk a következőre, és a készüléken található QR kódot, azt ugye a készüléknek a fényképezőgépével egyszerűen beolvassuk. Ha ez megtörtént, rányomunk a következőre, ugye be kell legyen kapcsolva itt már a készülék, tehát áram alatt kell, hogy legyen. Ugye a telefonunknak a Wi-Fi hálózatra kell csatlakozni, itt megadjuk ugye a Wi-Fi hálózatunknak a jelszavát, illetve ugye a készüléken is, ha belépünk a készülék menüjébe, azon belül pedig a beállításokba látunk egy olyan feliratot, hogy csatlakozás, ott be kell kapcsolni a Wi-Fi-t szintén ahhoz, hogy a telefonunk csatlakozni tudjon magához a készülékhez. Tehát ha megjelent a Wi-Fi-jel a készüléken, akkor rányomunk az igenre, és ugye az applikáció elkezdi keresni magát a készüléket. Meg is találta, rányomunk a kapcsolódásra, és most csatlakozik. Ez viszonylag gyorsan szokott sikerülni, de azért előfordul, hogy akár fél percnél is tovább tart. IP címet meg is találta már időközben. Sikeresen csatlakoztatva rányomunk a következőre, itt el tudjuk nevezni a készülékünket, de most maradjunk annál, hogy sütő, rányomunk a mentésre, és akkor már az alkalmazás üdvözöl is bennünket. Oké, megérintésével bejön a főoldal, itt már látszik ugye a csatlakoztatott sütő. A kép megérintésével be is tudunk lépni ugye a sütőnek a menüjébe. Itt már gyakorlatilag elérjük a sütő funkciókat, ugyanazokat, amiket a készülékről is. Természetesen az itt látható felsorolás nem minden modelljében található meg. Ugye ez egy szuvidos gőzsütő, amit éppen látunk. Kiválasztjuk például a pizza funkciót. Akkor a kezdőképernyőn már látjuk a megnevezést. Tudunk állítani tetszés szerint a hőmérsékleten. Rányomunk a mentésre. A beállított hőfok is megjelenik ugye a képernyőn. A készüléket ki tudjuk egészíteni ugye maghőmérővel, most ez jelen esetben nincsen csatlakoztatva, illetve a sütő világítását is tudjuk kibekapcsolni az applikáció segítségével. Ugye a kedvencek közé el tudjuk menteni az általunk legideálisabb beállításokkal kialakított funkciót, legyen ez most pizza funkció plusz. Rányomunk a mentésre, és akkor az legközelebb már a kedvencekből ugyanúgy előhívható, tehát az általunk beállított paraméterekkel eltárolta ugye a készülék a kedvencek közé. Van az applikációban egy úgynevezett főzősegéd, ami jelen pillanatban még nem elérhető, valószínűleg a következő applikáció frissítésével már ez is távolról működtethető lesz. Illetve van még késletet nyitásra is lehetőség, így be tudjuk állítani, hogy mikor szeretnénk, hogy elinduljon a sütőnk, a általunk meghatározott sütőfunkcióval és hőmérséklettel, rányomunk a beállításra, és akkor már a képernyőn is látjuk, hogy mikor fog elindulni.